Na sziasztok, ez itt egy 20 négyzetméteres tiny home, amiben tényleg minden van. Fürdőszobától kezdve nappali, két galériáig, konyháig, és ezt fogjuk a mai vlogban megnézni. Gyertek velem! Torba Daniel bemutatja. Ahogy belépünk, rögtön itt mögöttem a konyha van. Igazániból ez itt egy rögtönző nappali, az egyik galériával, és most körbe pörgök a másik galériával. Itt van egy fürdőszoba, amit szintén majd alaposabban meg fogok mutatni. Kezdjük a nappali valamiben egy kihúzható kanapé kapott helyet. Itt igazániból ki lehet tolni, és akkor legalább még ketten, hárman elfér. Nekem mondjuk hárman akkor már eléggé szendvics jelleggel asznak az emberek. Viszont itt van két galéria, amin hát itt ezen legalább szerintem elfér egy olyan nyolc ember. Igazándiból ez arra való, ez az egész tájni, hogy ketten, hárman, maximum négyen, hogyha elmentek valahova nyaralni, akkor magatokkal tudjátok húzni. Három és fél tonna, tehát ez bárhova el tudod húzni, akár egy személyautóval. Na de nézzük meg a lépcsőket, mert szerintem azok is tök szuperek. Egyrészt van egy galériára felvezető létre, amit itt lehet tárolni, és utána ráakasztani erre a Alkalmatosságra. Mindenhol van egyébként olvasó lámpa, illetve a ledek azok föntsűjjezte vannak. És akkor van ez a lépcső, ami nekem brutálisan tetszik, mert hogy minden egyes kicsi része, ami, ami tárolhat valamit, azt tárolni is tud. Ha megnézed, az első lépcsőfok az egy kihúzható fiók, illetve a második az pedig egy felnyitható fiók és onnantól kezdve mondjuk azért értelmezhetőbbek a pakolóhelyek. Itt a lépcső alatt még ki is van képezve hely egy humidornak és egy borhűtőnek ahhoz, hogy maximális legyen a pihenés. Magát a fűtés szoktátok még kérdezni, az pedig egy hűtő fűtő klímával történik, illetve végig a padlóban, ami egyébként egy 8 mm-es vinilpadló, abban infrafólia van végig és az melegíti, hát nyilván közvetlenül a bőrödet, illetve utána már a levegőt is. És a szigetelés, mivel hogy ez téliesítve van, tehát akár el tudsz menni ezzel hidegebb éghajlatú országokba is, itt 10 centi vastag kőzetgyapot van, és fönt a tetőben pedig 15 centi. A tiny house belül ez egy vontatható tiny house, kerekei is vannak, sőt igazándiból ez közvetlenül rá van építve egy utánfutóra, ami 700 kilos, majd kint azt is meg fogom mutatni és amiből adódik, hogy vontható az az, hogy három és fél tonnás, tehát személykocsival is tudod elvinni bárhová, ahová szeretnéd, illetve a dimenziói adják ezt meg, ami két és fél méter szer 8 méteres, és a belmagasság az pedig 3,2, és ennek köszönheti például azt is, hogy be lehet galériázni. konyhában úgy van megoldva egyébként az étkező, hogy ez itt bármikor felhajtható, most egy kézzel ezt nem fogom tudni megcsinálni, viszont a lába az itt van elrejtve, ami a adott esetben akár védekező szerszáma is elő tud lépni, hogyha támadna az ellen, illetve mivel hogy ez így le van hajt, vagy ez bármikor lehessen használni, mint ez egy sima kihúzható fiók, az ki van fordítva a bejárat irányába. Itt a többiben már nincsen semmi extra, tehát ezek mindegyik sima ilyen kihajthatós, vagy kinyithatós fiókok. Illetve egy azért eléggé méretes, itt a kezemet mutatom, hogy kb. mekkora, tehát nem egy általános kicsi tiny humba található mosogató. Mint minden elfért, tehát fel tudod dolgozni a kaját, és meg tudod főzni, és ami ebben az extra igazániból, hogy ez gázos, ez gáztűzhely, és a palack az pedig itt tud elférni, és itt tudod rákötni magára a tűzhelyre. Egy teljes értékű sütő, aminek a tetejére tudsz ugyanúgy pakolni, itt ki tudod nyitni, most nyilván ez még teljesen vacsi új, de hogy bőven bármi elfér, amit itt egy tiny home szeretnél megfőzni. A hűtőnek is itt van a hely, ez még nincs is kicsomagolva, de látszik, hogy ennél sokkal nagyobb is, akár egy két ajtós is simán elférne. Itt a tiny a következő állomás, ami egyébként egy ilyen görgős ajtóval van elválasztva, az pedig maga a fürdőszoba. kicsit visszámegyek, miközben lebontom itt az épületet. Ide egyébként még egy infraszauna is elfér, sőt, ide tervezték is, még nincsen beépítve, de ami késik, nem múlik. Itt meg egy rendes méretű zuhanytálca, amit hát a, látszik, hogy azért eléggé méretes, ez egy 90x90-es, illetve esőztetővel, ráadásul ez termosztátos, tehát 38 fokon be tudod állítani, és akkor ömlik rád a jó meleg víz. Itt pedig, ahogy szoktam mondani, ez pedig én lennék. Ez van egy wow, magic. Tehát körbevilágítós tükör. Itt pedig rá lehet kötni a borotválkozó, vagy borotva gépedet. Ez siman rendes kézmosó. Amiről nem volt egyébként szó, az az, hogy ebben kétszer 100 literes tartály van, már itt víztartály, úgyhogy abból lehet mosogatni közvetlenül, illetve abból lehet zuhanyozni is. A tájnéban egyébként egy ilyen kazettás WC van, mikrokapcsolós, tehát így tudod lehúzni, illetve itt ez itt a telítettséget jelzi. Ez azért van, mert hogy itt hátul a tájnéban ki tudsz húzni egy fiókot, és abban van a végtermék illetve ez így néz ki, hát nyilván még nincsen használva, és ami fontos, hogy használod, akkor előtte ezt itt el kell húzni. Itt a zuhanyzóban az, hogy úgy néz ki, mintha valódi csempe lenne, ez nem az, viszont táblás vinil, úgyhogy az egy fokkal közelebb van, mint hogyha sima vinil használtak volna. Illetve az egész ki van kemve gumival, folyékony gumival, nyilván most már nem folyékony. Úgyhogy ha ez esetleg feje lefelé tartán és megtöltenéd vízzel, akkor itt bent akár lupickolni és lehet, meg, hogy a víz az nem folynak ki sehová. A két galéria az összesen 11 négyzetméter, általában ebben szoktak a gyerekek elhelyezkedni, itt ezzel a létrával közelíthető meg, egyébként konnektora mindegyik tök jól el van látva, tehát 4-4 darab konnektor van abban a galériában is, vagy azon a galérián is, meg itt is, mindenhol sűjesztett led van, illetve volt a két olvasó lámpa. Úgyhogy ez a 20 négyzetméteres tiny belülről így néz ki, egyébként összesen 30, hogyha a galériát hozzászámolom. Most nézzük meg kívül, hogy miket rejteget még ez a apróház. Ha kijövünk a tiny akkor nagyjából itt történik a csoda, azaz, az, hogy hogyan lehet kiszedni az épület alól magát ezt az utánfutót, amivel ide tudott hozni egyáltalán ezek az emelő lábak, amik egyenként 900 kilót bírnak el, leteszed, feltekered, és gyakorlatilag onnantól kezdve ki tudod alóla rántani magát az utánfutót. És hogyha ide hátra jövünk, akkor egyrészt meg tudom mutatni neked, hogy hol van a kiállás, ahol az áram be tud menni, illetve hogyha itt kinyitod, akkor lehet látni magát a melegvízért felelős részleget, illetve az egész vízért felelős részleget, egy elektromos vízmelegítő, ami 100 literes tartály, illetve ebben is 100 liter fér el, úgyhogy ebből át lehet pumpálni magába a tartályba, és utána a fölmelegítést lehet továbbra is zuhanyozni, hogy meleg vízzel mosogatni. hát ez volt ez a 20 négyzetméteres Tiny Home maga minden mobilitásával és ötletével együtt. Hogyha tetszett, akkor a felfelé mutató hüvelykújjal tudod jelezni, illetve hogyha feliratkozol a csatornámra, akkor érdemes megnyomni a kicsi kis csengőt, mert hogy ugyan majdnem minden szombaton feltöltök, de nem minden szombaton új vlog részeket, és hogyha nem szeretné lemaradni egyről, akkor érdemes értesítéseket kapni arról, hogyha én így tettem. Úgyhogy ez volt már a vlog, nincs is más hátra, mint hogy ahoj!